Az ősz beálltával nagy mennyiségű lehullott falevelet gyűjtenek össze a Barcika Park Kft. Dolgozói a város több pontján is. A lehullott falevelek összegyűjtése a város terein, parkjaiban és a közintézményeket megközelítő járdákon zajlik. A zöld hulladékot még a tél beállta előtt igyekeznek összegyűjteni a cég munkatársai. Az őszi munkálatok részeként folyamatos a parkok elvirágzott növényeinek eltávolítása, az oszlopokról a muskátli kaspók leszedése, valamint a balesetveszélyes fák felmérése, azok gajazása, valamint a vágáshírett fák eltávolítása. Első körben a város frekventált útjait, tereit, játszótereit és parkolóit érintő területeken a közlekedési táblák láthatóságát akadályozó, illetve a sérült, balesetveszélyes gallyakat távolították el a szakemberek, a lombhullást követően pedig már elkezdődött a vágásérett előregedett fák kivágása. Az őszi munkálatokkal egyidejűleg elindult a karácsonyi díszkivilágítás felülvizsgálata és telepítése. A Barcika Park munkatársai megkezdték a felkészülést a téli időjárásra, a testület által jóváhagyott téli intézkedési tervnek megfelelően, vagyis elkezdődött a gépek karbantartása és a síkosságmentesítő anyagok beszerzése.